Még meg sem jelent Drakó, viszont már is erősítették. Olcsó játékokat keresel? Vagy esetleg Stumble Guys vagy Brawl Stars gemeket? Mindezt megtalálod az ereba.com-on. Link a leírásban. Egyébként én is kicsit gyengének gondoltam, úgyhogy nem csodálom, hogy megerősítették ezt a karaktert. Ugyanis Legendary karakterre beszélünk, és tényleg nem volt annyira erős sajnos. Most már 1200 helyett maxos szinten 1400-ot sebzünk a normál támadásával, és elvileg a range -e is megnagyobbodott. Ezen kívül, amikor szuperezünk, akkor az amunknak az 50%-át újra töltjük. Ugye, vagy hogy próbáljuk is ki először az alapszkinnel, minden játékmódban kezdjük a showdánnal. Picit szomorú voltam, mert tényleg elég gyengének tűnt a karakter magában, viszont nézzük, mert nézzük, hogy Otis mindjárt megöl minket. Ennyi voltam. <laughs> Nagyon legendári. Illetve bocsánat, nem a range növelték meg, illetve talán azt is, hanem egy picikét könnyebben sebzünk maximálisat, ugyanis csak akkor tudunk sebezni maximálisat, ha a hegyével találjuk el a boxokat, vagy az ellenfeleket, és így könnyebb lesz maximumot sebeznünk. Viszont hát nyilván a range az nem lett nagy, mint láthatjátok, és hogyha közel jönnek hozzánk, akkor elég könnyedén meg tudunk halni. Nézd meg, itt van egy kolt, el is lopta a power cube-ot. Mi az Isten van? Nem tudunk meghalni, viszont két más. Oké, okay. nem tudom, hogy miért ennyire durva a botok egyébként tényleg, vagy csak én vagyok ennyire béna. Nagyon sok HP-nk van, viszont tényleg nem tűnünk annyira erősnek. Ezt viszont most az Angelót ezt szépen megöljük közelre, köszönjük szépen. A Gadget az nagyon jó egyébként, nem tudunk meghalni konkrétan, viszont távolságot kell tartanunk az ellenfelektől. Biztosan nem lesz könnyű majd használni. Nem sokára megvan a superünk, viszont most ott a pár Power Cube-ot kifarmoljuk, kérem szépen, és sokkal többet fogunk tudni sebezni, és alapból nem sebzünk túl sokat. Itt a Bali, nagyon szép, két lövésből meg is tudtuk ölni, és ugye az Amunk feltöltése a szuper, azért fontos, mert eddig, hogyha egy amunk volt, vagy nulla a volt, akkor nulla a móval pónoltunk tulajdonképpen a sárkányjal, és itt is egy Jackie, akit megpróbálok szépen megölni, de próbálok távolságot tartani, mert úgy aztán tudunk sebezni, viszont egyébként meg nem túlzottam. Úgyhogy mindenféleképpen kellett ez az erősítés Dakónak, én azt gondolom, mert láttátok, hogy milyen könnyedén meg tudtam halni, pedig konkrétan csak annyit tudtam volna csinálni, hogy távolságot tartok, és ott is van, benyomjuk az ultét, ezt most nem láthattátok, hogy most plusz 50 000 amót kaptam, hogy a maximum volt az amom, de meg is vagyunk a szóló sódánnal, úgyhogy hát a dó. Az egyik új pályán amit egyébként nagyon-nagyon szeretek, és itt valamiért a developer bilder a botok egyébként elég durvák, mit ne mondjak, és az a kort nem tudom, én nem szedte fel ezt a power cube de jó van, akkor felszedem, én köszönöm szépen. Mit csinálsz, pajtás? Szedjük fel ezt a boxot, nagyon jó kort, ne hajd meg, meghajtál, oké, okay, és köszönjük szépen, próbálunk távolságot tartani, nagyon jó, megvárjuk a kortot. Miért nem érdekel, hogy mennyi idő múlva a újra? Játszottam már ezzel a játékmóddal, miért most írott ki nekem a tutoriát? Na, ott a kolt, nagyon szuper, megvártam, mert én jó dótás vagyok. Természetesen. Menjünk be középre, és nyilván a szuperében nagyon nagy range van, és ezt érdemes lesz majd kifarmolni, és hát azt gondolom, hogy nem a szóló sódán, vagy nem maga a sódán lesz az ő játékmódja. Beaktiváljuk, és szétszedünk mindenkit, azért ez elég brutális. Viszont egyébként láttam klippeket, és a szuper töltős módban nem sebzünk többet, mint ember. Szóval nem annyira nagyon-nagyon durva ez a szuper, azt kell mondjam, viszont ami fontos, hogy nagyon nagyobb range-ben, tehát hogy körülféle minden... Na, tehát hogy értitek, tehát hogy nem egy síkban, hanem egy ilyen nagyobb sávban, jajaj, és hírelünk egy kicsit, mert ezt a Star power hoztam, nagyon szuper, viszont így is tényleg meg tudunk hajni, játszunk a legjobb játékmóddal, amit senki nem szeret, speed boostunk van, mindenünk van, viszont le fog járni, és le is járt bezony. Én nem úgy szeretem ezt a játékmódot, de az emberek annyira nem. Hopp, egy ott ész, és nagyon lassúak vagyunk, és elnyomott egy gadgetet, ló. No, no. Mi, 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 mi? az ultit nyomott el, hát hülye vagyok. <laughs> ez mi volt? Kösz is a legnagyobb ellenfelünk konkrétan a mai videóban. A hészpályák nem a legelőnyesebbek drakúnak egyébként, úgyhogy szerintem itt nem lesz a legjobb. Viszont ha tudunk távolságot tartani úgy, hogy nem sebeznek le minket, akkor egész sokat tudunk sebezni, ha nem halunk meg persze. De azt gondolom, hogy nála azért sokkal jobb választások lesznek, és benyomunk egy ultit. Előre futunk, azért ez elég OP lesz. Edgar, és ha ilyenkor ultizunk, akkor nem tudom, mi történik egyébként. Mindenesetre egyáltalán nem tűnik op a karakter, és nem véletlenül buffolták. Szóval most menjünk rá. Nagyon jó. Próbálom a széfüket szétszedni. Azért hát, durvább sebzésre számítottam. Nem tudom meg... Nem, nem, a nem tudunk meghalni. Akkor hílelünk egy picit. Mert kapunk is amút láthatátok. Azért, azért nem rossz. Egy profi játékos kezében azért szerintem jó lesz. Az én kezemben nem a legjobb, mit láthatjátok. És hát nem tudom, azért nem tűnik nekem annyira erősnek tényleg, legendarinak meg pláne nem. Jesus, nyomunk egyet Nem. És elhasználtuk az ultinkat, és még meg is támadtak minket, meg is hajtunk. Nekem az nem tetszik, hogy ennyire böhöme, és nagyon-nagyon lassan mozog. Tehát, hogy és lassan mozog, és nincsen nincs sebzésünk konkrétan. Pedig megnövelték. Hát ez sem lesz túl OP egyébként, amikor megjelenik a karakter. Jó, ulti, egy kis heal, egy kis lag. Nekem azt tetszene, hogy lenne valami hilelős képessége, de semmi nincs. Nézzétek meg, szétdarálnak minket, pedig kevesebb sebzés kapunk be, miközben ultizunk lassú mozgás, ez esküszöm kikészít. Jó. Nyomunk egy ultit, kicsit felhílelődtünk, és szétszedjük a széfeket. Azért, azért, hogyha egy drakó elszabadul ultival a széfen, azért az elég durva tud lenni, mint láthatjátok. Viszont sajnos a bounty, viszont sajnos a bounty pályák sem a legelőnyösebbek a drakónak, úgyhogy itt is azt gondolom, hogy nehéz dolgunk lesz. Bár nyilván botok ellen játszunk, hogy itt azért elvileg jónak kéne lennünk. Janet, nagy, öld meg, öld meg, öld meg, nem. És nem öli megnéz, meg, nézd meg. Nézd meg, és nem öli meg. Oké, okay, Gadget, nem tudunk meghalni, nagyon jó. Szépen elmenekültünk, és nem verhetnek el a botok minket. Bum. 2800 sebző és valahogy pedig ott se voltam konkrétan. Nyomunk egy ultit, már megyünk a bibere és hát nyilván autoémes karakter ilyen szempontból. Az ulti autoémes, amúgy meg nagyon-nagyon figyelni kell rá. És... haj meg, haj meg. Gyerünk, ulti. Kicsit hilelődünk, akkor Janette haj meg nagyon jó. Az rossz, hogy nem lehet így priemelni konkrétan, hogyha no, 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 á, és nem hiszem el. Szóval úgy működik az ulti, mert hogyha emberek lennénk egyébként. A jó lenne megölni. Szerintem meg is tudjuk. Nagyon jó. Akkor még egy kill kell nekünk. És ulti és ott is van. <laughs> Jó, azért nem rossz szerint van megfelelő pályán és játékmódban. Viszont tényleg én csak akkor ajánlanám a Star O'Don, hogy változtassátok meg rá, hogyha nagyon tetszik a karakter, nem annyira nagyon durván OP, szóval nagyon sok hp van, szóval a Brawl Ball szerintem az ő egyik legjobb játékmódja lesz, pláne, hogy tudunk ultizni. és nézd meg, I'm stupid, I'm so stupid, kit meg fog ölni, nem mert bot, ott is se öl meg. Oké, okay, és besétálunk, nem tudom, mit csinál a botocska, de nem kéne tükrözni. <laughs> Kezdünk egy ultival, és akkor rájuk futunk. Ninc nincsen terület a támadásnak, szóval ez egy kis hátrány ilyen szempontból, tehát hogyha 5 előtt enemy, akkor nem tudjuk megölni őket, mint mondjuk emberrel. Szóval ezért erre érdemes lesz odafigyelni mindenféleképpen. Viszont hát ezt a Brawl-bolt elég easybe belehoztuk a többi játékmódhoz képest. Hodzomban is egyébként szerintem nagyon pálya specifikus lesz, hogy mennyire jó lesz a karakter. És egyébként ebben a videóban még nem reklámoztam, de hogyha esetleg vásároltak bármit a Brawl Starson belül, akkor ne felejtsétek el a Zsomac kódot használni előtte, és ezzel tudjátok támogatni a csatornát ingyen és bérmentve. Nyomunk egy ultit, de hát nincs itt senki. Jó, hát azért, hmm, ha ultiba vagyunk, az elég jó, de azért eljutni addig azért nem annyira egyszerű. Onnantól kezdve már kicsit ilyen no skill a karakter, előtte pedig sok skill. Tehát, hogy ezért furcsa, hogy egy ilyen kis no skill meg skill össze von vegyítve egy karakteren belül. Szerintem nem lesz a kedvenc legendarim, az biztos, az marad Leon meg két, most a két az nagyon OP játékban. Viszont ultival azért nagyon-nagyon fan lesz vele játszani, látszik, hogy, hogy milyen könnyedén végig tudtam darálni egyébként mindenkit. És nem tudom, hogy tudtátok, de a zsomackot használjátok, akkor 500%-kal megnő az ikutok. Egyértelmű, így van, a világ legjobb kódja, meg ilyenek. Mindenki döntse magának, én nem mondok ilyet, nem állítok. Abszolút szubjektív dolog. És egy kis ulti, amúgy viszonylag sokáig tart az ulti, -a. ott is a hotzón. Godzilla említett kiadjuk, azt gyűlöltük, jöhet a knockout. Knockout se fog annyira tündökölni, mert hát uh, itt a leglong lincsesebb ek szoktak a legjobbak lenni. De hogyha valahogy rájuk futunk, és tudunk egy ultit szerezni, meg itt távol tudjuk magunkat tartani, akkor még jók is tudunk lenni egyébként. Mert hát közel az 1400 sebzési tankhoz képest szerintem konkrétan vicc, de nem használjuk az ultinkat, mert meg is oltunk mindenkit, aztán már megyünk is rájuk. Ami körben ultival, kezsítettem, hogy annyira nem használom. Egyik kezsítse annyira nagyon durván jó, viszont nyilván menekülési szituációban azért jó tud lenni azt, amit én használok. Nem véletlenül hoztam ezt. Azért ahhoz képest a botokat szét kaptuk, és akkor még egy wipeout ot így nyomjunk a végére, és akkor még egy wipeout ot nyomjunk a végére, ami szerintem ezen a pályán kívül nem igazán lesz jó, mert az összes többi brutálisan nyitott, és nem fogunk tudni közel férkőzni az ellenfelekhez. Nagyon szuper, szét is szedtünk egy ember, sem is mondjuk meghaltak. Nem tudom, hogy kik ezek, illetve melyik enemi van ott. Nyomunk egy ilyet, és akkor felhit Jézusom. De ott azért volt csak sebzés bőven, úgyhogy elég durván meghaltunk. Itt a mutatja, hogy merre kell menni. Larry Lori, és amúgy a normál támadásunk terület van, szóval azért az elég jó, azt kell, hogy mondjam. Viszont furcsa, hogy az ultinknak nincs. Azért mondjuk ez az szerintem már túl OP lett volna nagy valószínűséggel, és szétkapunk mindenkit, könnyedén, és megint van ulting. El is használjuk, és szerintem szétdarálunk mindenkit, és egy ember egy kill kell, és ott is van a Tony Let's go! Na hát ez lett volna a Draco erősítése. Mindenkit gondolja, mindenki találja ki magának, hogy tetszik-e a karakter. Szerintem már azért ez jó lett így, és azért szükség volt erre. Köszönöm, hogy a videót, ha tetszett, kell, lájkot, iratkozzatok felhasználtak a zsomackóhoz, és YouTube szerint ez a videó érdekelt, úgyhogy csekkoljátok le.